Már a 2021-es évben sok sportágban maradtak el versenyek, az ökölvívók nem panaszkodhattak. Mind a nemzetközi, mind a hazai szövetség igyekezett megtenni mindent azért, hogy ne boruljon a versenynaptár. A buborékban is a járványügyi előírások maximális betartásával de megrendezték a virágversenyeket, mégpedig nyíregyházi boxolók részvételével. Az év a Bocska emlékversennyel kezdődött, ahol ugye versenyzőnk Kovács Ricsi meg is nyerte a tornát egyedüli magyarként, aztán az IFIK-kel én is érintett voltam, mint keretedző, illetve két versenyzőnk is részt vett az áprilisi világbajnokságon. A Barry Kevin a későbbi ezüstérmestől nagyon szoros meccsen veszített, azután következő nemzetközi verseny volt junior Európa-bajnokság Tbiliszibe, ahol a Kis Sanyi képviselte egyesületünket, Serdülő Európa-bajnokság, ahol a Petrimán Patricia bronzéremmel tért haza, aztán ifjúsági OB, Barry Kevin aranyérmes, Petrimán Milán ezüst, Petrimán Patrik bronzérem, így Kevin kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, Budván voltunk, és ott ötödik helyen végzett, az Európa-bajnok ezüstérmestől kapott ki, és azután jött Kovács Ricsinek a világbajnokság, tehát minden korosztályban volt nemzetközi EBVB résztvevőnk. Kovács Richárd az előző két bocskai emlékversenyen múlt felül Európa-bajnokot, és olyan ökölvívókat is legyőzött, akik nyakába a tavalyi világbajnokságon arany, illetve bronzérmet akasztottak. Nagy Lajos szerint súlycsoportjában ott van a legjobbak között a nyíregyházi boxoló, aki számára akár áttörést is hozhat a 2022-es esztendő. Sok munkára van szükség elsősorban. Ricsibe benne van a nemzetközi eredmény is. Lényeges, hogy akkor aznap milyen lábbal kell fel, de ezek ilyen általános dolgok, de tényleg nüanszokon múlott, tehát a világbajnokságon alig volt idő előtti mérkőzés, 1-2, minden mérkőzés nagyon szoros volt, nagyon kiegyenlített a nemzetközi mezőny. Dolgozunk technikailag is, taktikailag is, kellenek a külföldi megmérettetések, Ricsinek is, az utánpótlásnak is, és akkor előbb-utóbb fog jönni az eredmény. A 2021-es évet az ökölvívóknál a Győrben megrendezett felnőtt országos bajnokság zárta. A nyíregyházi indulók közül Kovács Richárd aranyérmet szerzett a 63,5 kg-os súlycsoportban, a 67 kg-os Petrimán Patrik és a 86 kg-os súlycsoportban induló Barry Kevin pedig a dobogó második fokára állhatott fel.